Üdvözlöm nézőinket, önök a Sansz esélyegyenlőségi magazint láthatják. Mai összeállításunkban két riportot tekinthetnek meg. Először egy jótékonysági koncertről számolunk be, ezt követően pedig a nyitott tornatermek elnevezésű programmal ismerkedhetnek meg. A Ferencvárosi Művelődési Központban tartották azt a jótékonysági koncertet, amelyen több neves roma énekes is fellépett egy beteg kisfiú megsegítésére. A rendezvényen többek között jelen volt Emílio, Bangó Margit, Fatima és természetesen a beteg kisfiú családtagja is. Ez egy jótékonysági koncertgála, több sztár fellépővel. Igazság szerint ezt azért találtuk ki, hogy láttunk egy kisgyereket, aki nagyon beteg, és ezen próbálunk segíteni, hogy jobbá tegyük, illetve könnyebbé tegyük neki a mindennapjait. Őt úgy hívják, hogy Milaskics Richard, egy 3,5 éves kisgyerek, aki gerincvelő idegsorvadásba szenved. Világon nincs rá gyógyír, tehát ez még nem gyógyítható betegség a mai napig, de nem is ebben szeretnénk segíteni igazából, hanem abban, hogy a mindennapjaikat túlélje a családja, mert iszonyú nehéz helyzetben vannak ezáltal, hogy a gyerek 24 órás felügyeletet igényel. És édesapukája, illetve a nagypapája neveli őt, a mama és a anya elhagyta őket időközben, és voltunk lent náluk egy hete körülbelül, és nagyon-nagyon nehéz anyagi helyzetben vannak, és ehhez szeretnénk mi hozzájárulni ezzel a koncertgálával. Mai nap 8 sztár fellépő fog fellépni, és a jegy által, tehát az eladott jegy által a bevételt szeretnénk felajánlani nekik, illetve bármilyen adományt, amivel tudunk nekik segíteni, elfogadjuk, és mi ezt levisszük nekik. Úgy gondolom, hogy ez kifelé igazság szerint az lenne az üzenet, hogy nem igazán kell megnézni, hogy most roma, vagy gádzsó, vagy sváb, vagy zsidó, hanem segítsünk. Tehát akinek van lehetősége és van módja, akkor tegye meg azt akár egy bármilyen formában, amiben tud segíteni a másikon. Az unokámról szeretnék beszélni. Milaskics Richard László, jelen pillanatban 3,5 éves, gerincvelő idegizom sorvadásba született, 7 hetesen derült ki a betegsége, hát ami sajnos nem igazán tudtunk feldolgozni. Az orvosok elmondása szerint 2 éves korig fog élni, mert a Földön nem tudják gyógyítani ezt a betegséget sajnos. Hát mi attól a pillanattól kezdve kizártuk az orvosi tudományt az életünkből, és az erős hitünkkel, szeretetünkkel ápoljuk a kis unokámat, sajnos most már ketten a fiammal, mert családtagjaink, a kis unokámnak az édesanyja cserbe hagyta, és majd utána a fiamnak az édesanyja is cserbe hagyta maga a családot, az unokámat. Hát sajnos olyan szinten gyógyíthatatlan a betegsége, hogy remélt nem annak az orvosok, nem tudnak hozzáfűzni semmi jót, sőt, 2 napja egy életmentő beavatkozás volt, most már jobb, túl van az életveszélyen, most már a gyermek klinikán van Pécsen, ott fekszik bent, ott ápolják a kisunokámat, reméljük, hogy minél előbb meg is fog gyógyulni. Láttam a Ricsit már tévében is, és igazából azt gondolom, hogy ha tudunk segíteni, tudunk hozzájárulni mondjuk pár dal eléneklésével, hogy bevonzunk embereket azzal, hogy híresebbek vagyunk, mint az átlag, akkor ezt kötelességünk megtenni mindannyiunknak, nem csak nekem, hanem szerintem mindenkinek, aki roma előadó és ebben a szakmában van, itt a helyünk. Ne csak akkor legyen
jó a hírnév, amikor mondjuk elmegyünk és pénzt keresünk belőle, hanem akkor is, amikor nekünk kell tenni. Úgy, hogy akár az saját időnk feláldozása, vagy a nem tudom éppen, mert most nem vagyok túl jól, de eljöttem, mert azt gondolom, hogy ez fontosabb, mint az, hogy most én rosszul érzem magam egy picit, majd jobban leszek. De a pici fiú meg lehet, hogy ettől a műtéttől, vagy amire most vár éppen, attól lesz jobban, hogy most itt vagyunk és segítünk neki összeszedni ezt a pénzt. Ez a mai különleges este, ez a jótékonysági koncert Ricsikéért jött össze, illetve hát Ricsike miatt vagyunk itt. Én végtelenül sajnálom, hogy a cigányság, illetve a magyarság ilyen nagy fájdalomban, ami a Ricsikének van és a családjának, hogy ilyen kevesen voltak. De én kértem a színpadon, a legnagyobb dalt énekeltem el a végén, és a legnagyobb szponzorálót kértem meg, a mindenható örök Istent, hogy áldja meg a Ricsikét, legyen vele, és gyógyítsa meg, szívemből kérem. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a művészek, elsősorban ugye itt a cigány művészekről beszélünk, de beszélhetnénk magyar művészekről is, mert bármikor felkérnek egy jótékonysági koncertre, ahol egy gyerek beteg, vagy nagy problémák vannak, igenis, ott kell lenni, mert itt mutatkozik meg, nem csak szóban, hanem a tettben, a cselekedetben mutatkozik meg az, hogy ott vagyunk, és együtt vagyunk. És azt hiszem, ennél nagyobb dolog nem kell, amikor egy gyerek ilyen nagy beteg, és nekem is van gyerekem, nekem is vannak unokáim, sőt, ugye általában minden embernek van gyereke, tehát gondoljon abba bele, hogy Isten ne adja, ha ő lenne ilyen helyzetben, hogy mennyire és hogy kellene az a segítség, amit ma kértünk itt az emberektől Ricsikének. A Szilvási Gypsy Folk Band évek óta, sőt, amióta megalakultunk 20 éve, mindig, minden évben elmegy nagyon sok jótékonysági koncertre, különféle súlyos helyzetek megoldásában segít, úgyhogy föllépünk, és a befolyó összegeket általában különféle ügyekre fordítják. Hála jó Istennek, rendkívül nagy igény van rá, hiszen nagyon-nagyon sok bajba szorult, bajba került ember van, és rendkívül fontos, hogy érezze a másik embertársunk, hogy nekünk is van szívünk, lelkünk, és mi is figyelünk ő rá, és mi nekünk is fontos, hogy az ő élete éppen jelen pillanatban hogy van, vagy hogy nincs, vagy hogy oldódik meg az a helyzet, amiben éppen nagyon súlyosan van. Muszáj egyszerűen megmutatnunk azt, hogy van bennünk erő, van bennünk olyan szív-lélek, amelyben a szeretet munkálkodik, és amiben mi magunk tudjuk a szeretetünket kimutatni mások felé. Ez az Isten egyik ilyen nagyon fontos igéje, hogy szeressük a fele barátainkat és embertársainkat. És egy ilyenfajta segítség erről is szól. A Vendel utcai sportcsarnokban követtük nyomon a nyitott tornatermek programsorozat soron következő eseményét. A jó hangulatban zajló focitornán a sok tehetséges fiatal mellett az önkormányzat foci csapata is pályára lépett. Tipikusan arról jövő kezdeményezés, hiszen a roma gyerekekkel foglalkozó edzők, tanárok kérték, hogy nyáron lehetőséget biztosítani a futballra és sakkozásra, olyan sportágakra, amit szívesen üznek a gyerekek. Ekkor találtuk ki, hogy nyitott tornatermek akció, kinyitjuk a tornatermeket, és nem az utcán lődörögnek, vagy esetleg más
egyebet rosszat csinálnak, hanem itt csapatokban tudnak játszani, és ez mindig áldás küzdelem, nagyon fontos harcok ezek, hol az egyik nyer, hol a másik nyer, nagyon szeretnek idejönni, és jó helyen vannak. Szokás szerint meglepnek, hogy lányok is részt vesznek a fiúk között, és ugye tavaly is egy hölgy lett, egy lányka lett a gólkirály a sok fiú között, most is nagyon ügyesen mozgott Renáta, ha jól emlékszem a lányka nevére, és hát a fiúk is egyik-másik elképesztően ügyes, nem is gondolná az ember, hogy hétköznapi életben itt Ferencvárosban ilyen tehetségek vannak, reméljük, hogy az útjuk elvezet a nagy csapatokig. Ez már immár a negyedik nyitott tornaterem, amit az önkormányzat szervezett 2011-ben, és a Rókus bonyolítsa le. Ez a negyedik alkalommal kerül megrendezés, ez minden évben augusztus 1-től 30-áig, ahogy kijön a hétvége. És itt hátrányos helyzetű gyerekek, felnőttek gyerekek, hogy legyen az időt eltölteni, napi edzés van, szendvics, üdítő, és ma volt a díjátadó, amint a nézők is láthatják itt. Minden évben 60-70 gyerek felnőttekkel együtt össze szokott jönni, és nagyon jó időtöltés ez a kerületben hátrányos helyzetű gyerekeknek, felnőtteknek. A sport az egyik az egészség, a másik, hogy az összetartás, és együtt a kicsik, a nagyok egymásra figyelnek, és mindenben sportszerűség, a kultúra, a tiszteletadás egymásnak, sportemberé nevelni őket. Ugye nagypapám az edző, és 2011-ben itt kezdtem pályafutásomat, úgymond. A Rókus 9-nél kezdtem itt edzésre járni, majd ugye leigazolt minket az InterCDF. Ott folyamatosan jártam edzésre, Bozsik tornára, majd úgymond egy ugródeszka volt nekem, majd tavaly szeptemberben leigazoltam az FFC-be. Nagyon jó körülmények közé, a Ferencváros szeleti emberek közé, nagyon jó a társaság. De én úgymond, én az nagypapámnak meg szeretném köszönni, ugye itt kezdtem a pályafutásomat, egy fantasztikus edző, szerintem mindenki köszönhet neki, és tényleg ez egy ugródeszka volt, hogy elmentem az FFC-be. Szerintem, aki beleszokik egy jó társaságba, ami itt is van, és tudja azt, hogy lejön és barátságos környezet, a szeretett gyerekek közé, és ismerik egymást, ez fantasztikus. És szerintem mindenki, aki először jön, illetve többször, azt tudja, hogy ide jó jönni. Önök a Chance esélyegyenlőségi magazint láthatták. Észrevételeiket megírhatják a chance@9.tv e-mail címünkre, de hívhatnak is bennünket a 0620 297 39 81-es mobiltelefonszámunkon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra egy hét múlva!